Bemutatom Stier Gábort, a Moszkvatér blognak a szerkesztőjét, főszerkesztőjét, amúgy rengeteg helyen újságíróként dolgozik, és azért hívtuk el, mert én szerintem az egyik legeredetibb gondolkodó itt Magyarországon, teljesen más véleménye van, mint amit egyik, másik, harmadik, negyedik oldalon lehet hallani, és ami a legfontosabb, hogy például ami most zajlik háború itt körülöttünk, abban egy nagyon fontos tudással rendelkezik, hogy ő még ismeri az oroszokat. Mi nem tudjuk, hogy mekkora és mennyire fontos dolog a biztonság. Valahol ott a... Laci? Igen. Valahol beszól egy telefonnak a zsengője. Megvan? Most már jobb. Nagyszerű, hogy mennyire fontos is a biztonság, és most, amikor a szomszédban egy háború dúl, akkor nagyon sok ember újból érzi, hogy valahogy a biztonság az mégiscsak egy nagyon fontos és alapvető kérdéssé kellene, hogy váljon. És bizony itt a szomszédunkban, nekünk van olyan barátunk, mezőgecsei barátunk, aki át akarta hozni a 17 és fél éves nagyfiát, akkor, mint az én nagyfiam, de már a határőrök nem engedték el, hogy nem árulhatja el Ukrajnát. Mert már elég nagy, nem sokára már meg fog érni ahhoz, hogy ő bevetésre kerüljön velük. Nem lehet beszélgetni semmiről, arra kérnek bennünket a telefonbeszélgetések során, hogy csak az időjárásról, az iskoláról se szabad, arról se, hogy mit lehet venni, meg mit nem lehet venni, természetesen arról, hogy ők szeretnének-e harcolni, vagy nem szeretnének-e, pedig egyáltalán nem. És azt is látjuk, hogy ennek a következtében az életünk alapvetően megváltozott. Hát egy energiaválság, egy politikai válság érte utol az Európai Uniót is. Most látjuk igazából, hogy az Európai Unió valahogy sokkal gyengébb, mint amit még korábban gondoltunk róla. Semmilyen beleszólása nincs az Európában zajló ügyekre, teljesen más érdekeket szolgálnak ki. És zajlik egy háború közvetlen közelünkben, és az egyik legfontosabb dolog, amit itt közben elfelejtettünk, hogy a geopolitikával keveset foglalkoztunk, és ebben a geopolitikában pedig egyre kevesebbet foglalkoztunk egy országgal, amit úgy hívnak, hogy Oroszország. Stier Gábor a vendégünk, aki a Moszkvatérnek a főszerkesztője, illetve a Magyar Hírlapnál, hogyha jól emlékszem. Magyar Nemzet. Magyar Nemzetnél főszerkesztőként dolgozol, és mellette pedig... Magyar Nemzetnél külpolitikai rovatvezető. Külpolitikai rovatvezető, de az egyik legfontosabb, hogyha jól emlékszem, baráti társaságot is, orosz-magyar kapcsolatokkal kapcsolatos baráti társaságban is benne van. Igen, ez a Tolsztoj Társaság, de a magyar-orosz baráti társaságban is tartottam előadást. Hát minden ilyenben, és akkor plusz egy dolgot még hadd mondjam, egy demokratába írok, plusz egy dolgot, hogy tagja vagyok az orosz Valdájklubnak, amelyik hát most éppen majd október végén megint csak lesz egy éves találkozója, és ennek mindig a végpontja az, hogy találkozása az orosz elnökkel, Putinnal. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy amikor én Gábort először, már régebb óta figyeltem, meg az írásokat is figyeltem régebb óta, de az elmúlt időszakban rá kellett döbbennem arra, hogy egy eredeti gondolkodó, mert teljesen más véleménye van. Vannak emberek, akik az egyik oldalnak nagyon mondanak valamit, meg a másik oldalnak. Mi mindig azt mondjuk, hogy jó lenne, hogyha mindenki képben lenne, hogy a magyaroknak mi a legjobb, mert számunkra szerintem az volna a legbiztosabb. De én azt figyeltem meg, hogy teljesen egyedi, a valóságot legjobban megfogalmazó gondolatokat és meglátásai vannak, és azért is hívtuk ide el a Magyarok Országos Gyűlésére. Az elején röviden, hogy bele tudjunk indulni, most már mert több időnk lesz, nyugodjatok meg, állítólag lesz 55 percünk, hogy beszéljünk. Az első dolog, amit kérdeznék, mit felejtettek el az emberek az oroszokról itt Európában? Sajnos azt kell mondanom, hogy majdnem mindent, tehát nagyon sok mindent elfelejtettek. Egy dolog maradt meg, és ezt most, amikor kiéleződött a helyzet, akkor ezt egyes erők, ellenérdekelt erők, oroszoknak ellenérdekelt erők, ez érthető is, de tehát azt felerősítik azokat a sztereotípiákat, amelyek alapvetően a Szovjetunióra voltak jellemzőek. Tehát Oroszország az elmúlt 30 évben gyökeresen megváltozott, óriásit változott.
Amit meg kellene jegyezni, vagy megkívül, tehát ami nem változott, például azt, hogy a birodalmi gondolkodás. Tehát amit én megpróbálok akár a Moszkva téren keresztül is, meg minden megnyilvánulásomban elmondani, hogy és megmutatni, hogy az Oroszországot ahhoz, hogy lássuk, hogy mit miért tesz, az, hogy miért lépett így, sokak számára meglepő módon, ahhoz egy kicsit ismerni kell a gondolkodásokat, legalább egy kicsit. Tehát az, hogy a európai átlagember, mondjuk Nyugat-Európában, még kevésbé Közép-Európában még bizonyos generációk azért emlékeznek, ismerik a mentalitást jó és rossz oldalát egyaránt, de az, hogy a döntéshozók, vagy a döntéshozóknak információt szolgáltatók ne legyenek képbe, egyébként nem hiszem, hogy nincsenek képbe, csak valahogy zajlik egy információs háború. Információs háború, és még egy, hogy néha önmagukat is becsapják. Tehát addig-addig mondják, még én azt látom, hogy még a politikai élit egy része ezt kezdi el is hinni. És ez szörnyű, mert akkor nem az európai érdekekből kiindulóan döntenek Európában, Európáról és a tényekről. És bejön még ide még egy kérdés, hogy itt az úgynevezett nyugati oldalon is vannak különböző érdekek. Tehát egyik oldalon van Európa, amelyik közvetlenül érintett szomszédságában zajlik ez a háború, és van ugye a nyugati világnak a vezető hatalma az Egyesült Államok, de én kiszélesíteném most már úgy, hogy az angol szászok, akik például egyértelműen érdekeltek geopolitikai és gazdasági értelemben is ebben a háborúban. Európa a gazdasági értelemben sokáig érdekelt volt, most már látja, hogy még ilyen szempontból sem esik le neki igazán jó falat. Egy-kettő azért már volt, de ez kevés ahhoz, hogy nincs arányban azzal, amilyen biztonsági kockázatot jelent az Európára. Azt látjuk, hogyha az amerikai médiát olvassuk, vagy figyeljük, hogy sok közgazdász azt jelzi előre, hogy az elkövetkező időszakban, mondjuk 2023 környékén megbukik az euró, hogy előfordult, hogy ebben az európai országokban lázadások, polgárháborús állapotok is előállhatnak, és a döntő részében ugye az afelé megy a dolog, hogy még korábban Bidenflationnek nevezték az inflációs hatást, most ugye megpróbálják ezt mind Oroszországra fogni. Valójában mi történik itt körülöttünk? Egy picit tudnál-e bennünket tájékoztatni? Mi az, amit rosszul látnak, vagy akarnak látatni? Kicsit a közönség számára szeretném tisztázni. Az információs műveletek azt jelenti, hogy minden hír, amit megkapunk a sajtón keresztül, az valójában egy katonai művelet része. Nem arról szól, hogy ki mond igazat, hanem az, hogy olyan információkat juttatnak el a nagy közönség felé, amivel esetleg meg lehet nyerni azt a műveletet. Tehát nem az a kérdés, hogy te most igazat kapunk-e, hanem azok, akik ezeket az információkat eljuttatják hozzánk, az ő céljaikat valamilyen szinten el tudják érni, hogy mondjuk a nagy közönség támogatja őket ezekkel az információkkal kapcsolatban. Tehát ezt a gondolatot folytassam, és utána térek rá arra, hogy mi is történik itt, meg mi az a gazdasági háborúban, amiben benne vagyunk. De először az információs háború. Tehát az információs háborúban, ugye főleg az első két hónapban mindenki azt mondta, hogy oroszok már vesztettek. Tehát akármit csinálhatnak, itt vesztettek, és tényleg rettenetesen rosszul álltak. Nem a harctéren, arról beszélhetünk, hogyha van idő, de az információs térben egyértelműen rosszul álltak, mert kiválóan dolgozott. Ugye mindig azt halljuk, azt most is, meg azt hallottuk, hogy az orosz, meg a szovjet propaganda milyen zseniálisan működik. Hát, mit mondjak, tehát jobban működik, adott esetben az ukrán, amely mögött ott volt az elsősorban az angol szászok, egészen közvetlenül, tanácsadókkal. Egy kicsit abban azért vagyok, én folyamatosan figyelem az ukrán médiát, és a közé szoktam tenni az ott lévő híreket, és meg is szoktak szólni, de miért az ukrán híreket teszem le? Hát én azt mondtam, hogy az, aki szerintem körülbelül írni, olvasni tud, akkor három hír után már érzi, hogy azon a napon
Én szerintem katasztrofális az ukrán média, mert tábornokok, politikusok és egyebek folyamatosan egymásnak ellentmondva lebuktatják egymást a híreknek a közlésével, bár Nyugat-Európában az egységesen van közölve, de ha az ukrán médiát figyeljük, abból hogy önmagukat folyamatosan lebuktatják azzal kapcsolatban, hogy na most támadunk, nem támadunk, hát támadunk, ellentámadás van, de hát igazából tudjuk, hogy nincs hozzá ember, nincs hozzá energia. Tehát, hogy pontosítsam, egyetértek ebben, hogy pontosítsak, nem az ukrán média jó, hanem az ukrán olvasat amerikai és brit közvetítéssel, annak a tálalása jut el lényegében az európai fősodor sajtóba, a magyarba is. Tehát ez egyértelmű, hogy ezt a narratívát látjuk, halljuk, olvassuk. És ha ez a narratíva, én azt szoktam erre mondani, hogy az, hogy Zelenszkij mit mond, az a saját szempontjából érthető. Az, hogy ezt csinálhatná okosabban, vagy nem, ez már legyen az ő dolga. De az, hogy ugye arról beszélünk, hogy a média az nem csak ilyen információs műveletek része, hanem hogy legalább egy jelentős része legyen független. Hát én nem is azt mondom... Erről beszéltünk volna itt, hogy mi az európai sajtónak, vagy a világ sajtónak a függetlenség. Az emberek azt várnák el, hogy igen, én szeretném tudni, hogy mi történik itt körülötte, hiszen ebből tudom levonni a következtetéseket, hogy akkor a családom most majd biztonságban vagy, vagy nincsen biztonságban, és helyette információs műveletek közepette találja magát, hogy valójában ő is egy harcoló félé silányodott le. És a média egy része, én meg hadd védjem meg, mint újságíró, tehát nem tudatosan akarja dezinformálni az olvasóit, nézőit, hanem egyszerűen olyan gyárrá változott az újságírás, a média, és annyira leegyszerűsödött, lepusztult, hogy egyik pillanatban éppen arról kell írni az adott újságírónak, főleg az internet világában, hogy éppen Gyurcsány mit csinál, utána a rezsicsökkentésre, aztán utána meg, hogy miért mi van Szudánban. Hát ez így nem fog sikerülni. Nem lesz szakértője egy adott. Nem lesz szakértője egy területnek. Tehát pénzhiány, időhiány, és egyébként valakiknek ez nagyon jó, hogy... És a rajteszíreket veszi át, és csak és lefordítja. Pontosan, tehát átveszi, lefordítja, jó esetben, korrekt módon, de és ez jön át, és akkor az egyik megveszi át a másiktól. Tehát egyik médium a másiktól. Tehát azért mondom, hogy nem okvetlenül arról van szó mindig, minden esetben, hogy ott állnak mögöttük a propaganda gépezetek, vagy a titkosszolgálat, és ezt írjad, meg azt írjad, nem. Tehát, hogy ilyen egyszerű a dolog a jelentősebb részében. Ezen kívül vannak olyan médiumok, amelyek hát feladatot teljesítenek, és feladatot teljesítenek, tehát tessék figyelni, hogy és akkor, amikor ilyet csinálnak, akkor hát kiszolgálják alapvetően a saját hatalmat. Tehát akkor, amikor... A megbízó, így van. Uh-huh. Tehát akkor, amikor például visszatérek arra, hogy az első két hónapban milyen módon járatták le Oroszországot, rengeteg hibát is elkövettek a hadműveletekben véleményem szerint, de például vegyük a bucsai esetet. Tehát a bucsai esetnél egy normálisan működő médiumnak legalábbis kérdések sorát kellett volna feltenni. Vagy ugyanez a mostani fogolytábor elleni rakétatámadásnál. Például én nem vagyok katona, de hogy lehet, északnyugati irányból csapódik be a rakéta, arra felé van az ukrán front, az ukránok vannak, és itt van mögöttük az oroszok, vannak mögöttük az oroszok, azok hogy lőnek oda úgy, hogy onnan csapódjon be. Tehát ez az egyik. Meg hogy azonnal az van, akár Bucsánál, akár ebben az esetben a nyugati fősodor azt mondja, hogy hogy lehet, mikor a saját hőseit olyan nincs, hogy Ukrajna saját hőseit lövi? Miért ne lehetne? Nem tudom. Nem voltam ott, vizsgálatok kellenek, de miért ne lehetne? Ilyen nincs, hogy az egyik oldal angyalok és ördögök, hogy nem lehet. Lehet, mert mondják, pontosan elkezdtek énekelni ezek a fiúk. Tehát és magyarán... azt mondja, hogy van egy vizsgáló bizottságot hoznak, és akkor megjelennek különböző államoknak a vizsgáló bizottságai, de hát minden független... Ez nem független, érintett. Így van. A nemzetközi független vizsgáló bizottsághoz úgy néznek, hogy mind a két félnek a képviselői ott kellene, pontosan, hogy legyenek, és ezen kívül teljesen független szereplőknek kellene megjelenni. Vagy minimum olyan szervezeteknek, amelyben mind a két érintett fél benne van, és elfogad. Tehát ez a minimum. Tehát, és ilyenkor ugye szembesülünk azzal, hogy azt mondják, hogy jó, hát az oroszok nem használhatják a gázt fegyverként,
Európa ellen, és közben még Európa fegyvereket küld, hogy fegyverként fegyvereket használjanak ellenük az oroszok ellen, és akkor csodálkoznak, hogy akkor... De konkrétan maradjunk, mert térjünk át szép lassan, ugye a kérdés egy kicsit a gazdasági háborúhoz. Tehát beszéltük az a háborúnak az információs térben zajló. Ebben összefoglalóan el tudjuk mondani az, hogy itt műveletek zajlanak le, a harcoló felek vannak, és az egyik harcoló fél birtokolja a nyugat-európai médiafelületeket, ezekből a médiafelületekből kapjuk mi is a híreknek a döntő többségét. És innen kitiltották az összes a nyugat-európában vagy nyugati világban elérhető orosz forrást. Így van. Tehát hol demokratikus ez? Tehát, hogy hol van a sajtószabadság? Tehát, ha visszatérünk konkrétan a gázháborúról. Ugye ezt hallunk már 10-15 éve, 20 éve nagyjából, hogy az oroszok fegyverként használják a gázt. Na most kezdjük azzal, hogy amikor a nullás években elzárták egyszer a csapot, akkor is az ukránok kezdték el kivenni a gázt, tehát lopták a gázt magyarán, és akkor ezért zárták el a csapot. Tehát, amire egyébként kevésbé hallhattak a médiában, vagy olvashattak, hallhattak arról, hogy a németek is rettenetesen megorroltak az ukránokra, mert hát ők tudták, hogy mi zajlik itt. Annak ellenére, hogy a médiában aztán nem az jelent meg teljesen. De jelen esetben is. Tehát kezdték azzal, hogy a szankciók részévé tették az olajat mindenképpen, szenet igen, és most szó van arról, hogy a gázt is. És akkor az oroszok jelen pillanatban, ugye, hát hogy fogalmazzak, a turbinák azok hirtelen javításra szorulnak. Ez egy nagyon-nagyon cseles, azt is mondhatnám, ügyes egy játék, mert az orosz fél ezzel a saját szankciói megsértésére kényszeríti a másik felet. Tehát az előbb említettem, hogy a háború első felében kommunikációs szempontból én szerintem nem szerepeltek túl fényesen. Hát most már kezdenek ilyen téren is magukra találni. Tehát az a nyugati politikus, az az európai politikus, amelyik nem tudja, hogy egy háborúban legyen az gazdasági háború, vissza is lőnek, az nem tudom mitől lett politikus, vagy hogy fogja képviselni a saját választói érdekeit. Tehát adott esetben Oroszország visszalő, de nem ő kezdte. Tehát őre rálőttek a szankciókkal, és ő visszalő. Hogyan? Tehát az, hogy most az északi áramlat egyben a kettő, 24 órán, maximum 48 órán belül már dőlne a gáz, tehát ha azt beindítanák. És egyébként most Schröder kancellár, amikor tárgyalt Putyinnal a napokban, azt mondta utána, hogy hát itt az északi áramlat kettő, miért nem, ott jók a turbinák. Tehát tudjuk, hogy ott miért jók, a másikban miért vették ki, mert Oroszország szeretné, ha azt beindítanák, arra kényszeríti a nyugati országokat, hogy ne packázzon vele. De jelen pillanatban, tehát hogyha azt nézzük, hogy 20%-os töltöttsége megy, a déli, hál' Istennek, mert onnan kapjuk, onnan tudjuk mi biztosítani a rendes ellátást, hogy a déli vezetéken, annak ellenére, hogy a bulgárok azért táncolnak, és adott esetben elzárattathatják velük. Ráadásul állandóan cserélik a kormányokat most már hónapok. Hát ez zárójelben azért van egy párhuzam a bulgár kormányválság, meg hogy ki úgy kerültek az oxfordi fiúk Bulgáriában hatalomra. Nálunk is volt ilyen próbálkozás. Tehát, hogy ebben a nagyhában ott sikerült a Petkovéknak. A semmiből jöttek elő, tényleg ugyanonnan jöttek valahol az óceán túlpartjáról. Ilyen momentumos forma, igaz? Igen, és hát hogyha már Márki-Zay a párhuzam igazából szerintem. De ne belpolitizáljunk, mert nem ez a... Itt van a szükségben, még ide jön. Igen. Tehát Bulgáriában, és itt ennek a nagy geopolitikai csatának, meg a befolyásért, ja igen, azt szokták mondani az utóbbi 20 évben, hogy milyen hülyeség az, hogy már nincsenek ilyen befolyásővezetek. Persze, nincsenek akkor, hogyha másik oldalról van szó, saját befolyási vezet van. Vagy egy ország képzeli magának, hogy az összes... Egy ország képzeli, igen. Tehát az összes ország van befolyási vezete, ugye Amerika az amerikaiként, Monroe el, abban a pillanatban, amikor a háború előtt még fölmerült az, hogy válaszlépésként az oroszok Kubában vagy Venezuelában bázis létesítsenek, hát olyan sikítás volt az amerikai védelmi miniszter és az elit részéről, és abban a pillanatban, hát nem ugyanerről van szó,
nem ezt mondják az oroszok, hogy, hogy itt, a szomszédban, Ukrajnában nem lehet az, hogy NATO infrastruktúra, NATO bázisok legyenek? Tehát a, és milyen messze vagyunk egy kicsit, egy közönséget egy kicsit, hogy tájékoztassuk. A 2000-es évek elején volt egy nagyon nagy közeledés a Nyugat és Oroszország között. És még Putyin idejében is ugye a Schröder, Jacques Chirac, Szentpétervári találkozók, ugye még azt célozták meg, hogy Börötánytól Kamcsatkáig egy együttműködési övezet alakuljon ki, sőt még az is felvetődött, hogy Oroszország belépne a NATO-ba. Pontosan, meg Európai Unióban, a NATO-ban, tehát az elmúlt hónapokban árult el, vetette föl Putyin, hogy azért emlékeztetnék sokakat arra, hogy én Clintonnak ezt fölvetettem, hogy mi lenne, ha Oroszország belépne. Zárójelben megjegyzem, ez nem lehetett. Mert ez komoly ajánlat, de Oroszországban, az orosz elit egy részében mindenképpen volt ilyen gondolkodás, hogy legalább az Európai Unió, a NATO az egy kicsit meredek, az inkább az volt, hogy szűnjön meg, miután már nincsen létjogosultsága a Szovjetunió megszüntével. Tehát azt látni kell, hogy Putyin hatalomra kerülésekor két mondatban mi történt előtte. Azért volt annyira komfortos a 90-es években Oroszország az Egyesült Államoknak és a Nyugatnak, mert azt tette, legalábbis a 90-es évek közepéig, amit mondtak neki. Egy példát egészen biztos forrásokból tudom, mert ő volt a faxgép többekkel együtt másik oldalán. Amerikából faxolták át 92 körül a Gajdar féle megszorító csomaguknak tehát az új törvényeket, a vázlatát, hogy ilyen törvényeket kell hozni. Nemrégiben ugye beszéltünk itt erről, hiszen a miniszterelnök úr is mondta, hogy Szijjártó is kapott ilyeneket, ilyen papírokat, hogy lerakták az asztalra, hogy miben kell az alkotmányt változtatni, hogy ők elégedettek legyenek ezzel. Igen, van a világnak az egész az elmúlt 30 évnek a legerősebb szuperhatalma, az Egyesült Államok úgy gondolta, hogy ez a végtelenségig tart, és mindenhol beavatkozhat a belpolitikába. És mindenhol beavatkozhatott, ahol gyengébbek voltak, ahol baj volt, de 2000-es évektől Oroszország, térjünk vissza Oroszországhoz, magára talált, nagyon sokat segítettek ebben a magas olajárak, de az is, hogy a putyini konszolidáció mindenek előtt stabilizálta a gazdaságot. Ne felejtsük el, hogy 98-ban Oroszország az összeomlás szélén volt. Hát mi is éreztük, annyira rengett a föld, a nagy rubelválság és a többi és a többi. A 90-es évek második felére, a szétesés szélére jutott Oroszország. Egyébként a csecsen háborúkat a Nyugat, az Egyesült Államok segítette a csecseneket. Most is egyébként nagyon-nagyon sok konferenciában volt. Nemrég egy konferencia, ami arról szólt, hogy hogyan kellene felosztani az amerikai kongresszusban is volt egy meghallgatás. Egyre több anyag jön ki arról, hogy hogyan kellene Oroszországot vagy rátenni a kezét a Nyugatnak, itt az Egyesült Államokról van szerző elsősorban, vagy pedig hogyan kellene felosztani úgy, hogy ahogy fogalmaznak, hogy soha ne lehessen veszélyes senkire, tehát megszüntetni, mint birodalmat. Most itt zárójelben jegyzem meg, amennyiben Oroszország összeomlik, szétesik, ott olyan bődületes durrogás lesz, meg a téglák úgy este, hogy Európa fele az... De ilyenkor azt mondták, hogy osztogatásnál fosztogatás is van, tehát akkor a kínai érdekek is teljesen megváltoznak ettől a pillanattól fogva, és valójában az, amiben egy egyensúly vagy egy ellensúlykő volt például Oroszország, ezt még nem értik meg az emberek, akik amúgy nagyon geopolitikával nem szoktak foglalkozni, hogyha van egy kiegyensúlyozott rendszer, és abból leütöm az egyik követ, akkor hirtelen az egész sátor, ami eddig állt, az egyszer csak összeomlik. Igen, ehhez csatlakozva, és majd visszatérek még az előző gondolathoz, ehhez csatlakozva azért Donald Trump idején egyértelmű azért találkozott, semmi másért Putyinnal Helsinki-ben, hogy folytassa azt az régi amerikai stratégiát, csak megfordítva, hogy most Oroszországot valahogy megpróbálja egy kicsit elrángatni Kínától, és közelebb hozni Amerikához. Egyébként Biden
hatalomra kerülése után, az első időben szintén hasonló próbálkozások voltak, itt is volt egy találkozó, és feltehetően igazából ezért. És ezért fontos az, ha most az Egyesült Államoknak ugyan lehet érdeke rövid távon azt, hogy Oroszországot a végletekig meggyengítse, de már közép és hosszú távon neki sem érdeke Kína miatt, mert oly mértékben rányomja Pekingre, hogy az a két erő azért mégiscsak nagyon megsokszorozza az erejét, és az Egyesült Államok uralt a világrend omlását fölgyorsítja. Tehát ez nem lehet igazából itt hogyha ha nem érzik az amerikaiak majd azt, hogy meddig mehetnek a nyomásgyakorlásban, akkor a saját érdekeik ellen cselekszenek, és itt jön közben az, hogy közben az ukránok vajon érzik-e, hogy ővelük csak játszanak, és egy idő lesz egy pont, amikor eldobják őket. Ugye itt van egy ilyen felvetés, hogy azt mondjuk, hogy nyugati politikusok azt nyilatkozzák, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút, de egyre kevesebbet hallunk arról, hogy Ukrajna megnyerheti, tehát akkor valahogy úgy néz ki, hogy az oroszok nem nyerhetnek meg egy háborút, de az ukránok meg nem úgy tűnik, mintha nyerhetnének, akkor az úgy tűnik, hogy a lemondás megtörtént egy bizonyos országról. Igen, tehát ennek a háborúnak egy vesztese már biztosan van, ez Ukrajna. Ha csak azt nézzük is, hogy szokták mondani, mennyi az orosz veszteség. Hát ugye az ukránok ezt mindig túl szokták becsülni, de ők bele szokták számolni azokat, akiket ők mint kollaboránsokat elfognak és esetleg eljárnak ellenük, akár kivégzik őket egyébként, ők az orosz veszteséget számolják hozzá. És van még egy nagyon fontos érdekesség, amire felhívom a kedves hallgatóság figyelmét, hogy az oroszoknál a legtöbb veszteség valójában azok a szakadár köztársaságoknak a fegyveres erejében következik be, akik valójában korábban ukrán állampolgárok voltak. És akkor nézegetjük így a kollégákkal, hogy akkor a veszteséglisták hogyan alakulnak, és akkor állampolgárság szerint próbálnánk összerakni, akkor azt látjuk, hogy 89-90% a veszteségnek, a háborúban lévő katonai veszteségnek az döntő részében korábban ukrán erőforrás volt valamikor. Egy picit vitatkoznék ezzel, nem látok rá annyira, mint mondjuk a közszolgálati egyetemen, de a messze nem akkorák az orosz veszteségek, mint az ukránok. A háború első szakaszában másképp állt ez. Most már egyértelműen megfordultak, már a CIA vezetője is azt mondja, hogy nem, nincs ott 30 ezer, hanem 15 ezer az orosz veszteség. És a háború második szakaszában véleményem szerint valahol április elején egy új háború kezdődött. Anyagháború, sok mindenki, tehát le lehet írni, de ebben a szakaszban az oroszok egyértelműen kategóriákkal kisebb veszteséget szenvednek, mint az ukránok, és hogy az ukránok győzhetnek-e, hát itt olyan tüzérségi fölény van, olyan a nehézségi erő egyszerűen nem engedi, hogy az ukránok győzzenek. Akkor, amikor abban reménykednek sokan, hogy majd a nyugati fegyverek megfordítják a háború menetét, sem minőségben, sem mennyiségben, és főképp mennyiségben nem jön annyi nyugati fegyver, amennyi kellene. Ahhoz még hozzátenném, hogy az ukrán hadsereg jelen pillanatban még alapvetően szovjet vagy haditechnikára épül, és a lőszer pedig közben elfogyott. Oroszországtól már nem kap. A közép-európai voltendékás készleteket megkaptak, kimerülnek. Tehát a fegyverzetének a döntő többségében nem lesz mit tenni. Tehát ő nem tud... Ilyenkor van egy ilyen kettőség, hogy az egyik tábornok azt nyilatkozta, hogy megérkeztek a nyugati fegyverek, és ők az éjszakát is nappal át tudják változtatni. A másik tábornok ugyanazon napon pedig azt nyilatkozza, hogy elfogyott a lőszer a tüzérségi eszközök között, és hogyha nem küldenek, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek. És akkor van még egy másik, ugye ez az amerikai sorozatvetőknek a kérdéskör, amit itt ugye beraktak, hogy ez mint egy csoda fegyver, mert meg fogja változtatni a részt. Ugye ez egy hatékony fegyver, ugye kétszer-háromszor jobb harcértékkel bír, mint mondjuk a 80-as, 90-es éveknek a hasonló orosz technikái. Ilyen technikája az oroszoknak is van, de mindenkinek meg kell érteni, hogy mondjuk egy tucat rakétasorozatvetővel nem lehet háborút nyerni, és az nem fog megfordítani semmit.
Így van, tehát látjuk az Antonov hírnál is, hogy tudnak nehézségeket, kellemetlenségeket okozni. Már egy-két orosz lőszerraktárt is kilőttek, messze nem, kategóriákkal kevesebbet, mint amennyi ukrán lőszerraktár és üzemanyagraktár semmisült meg. Tehát itt egy alapvetően egy anyagháborúra, ezt már említettük, de itt azért ismételjük meg, anyagháború is szó van. Tehát az ukrán hadsereg jelen trendek folytatódása mellett józan ésszel nem győzhet. Tehát nagy kérdés az, hogy a Donbass, amit be fognak húzni az oroszok, kérdés, hogy mennyi oldalat, melyik oldalon mennyi veszteség lesz. Mert onnantól akkor könnyebben tudnak, feltehetően könnyebben tudnak előre haladni. Nagy kérdés az, hogy és az utána dől el, már az oroszok lebegtetik azt, hogy mik a valódi célok területi értelemben, mert most már én úgy látom, hogy Oroszország ahhoz, hogy az eredeti céljait elérje, az eredeti célok, most én nem az orosz propagandát fogom fölmondani, hogy nácitlanítás, meg minden, hozzátéve, hogy igenis vannak nácik ukrán oldalon, de nem a rendszer náci, tehát azért az nem. Tehát az, hogy a NATO ne közeledjen az orosz határokhoz, az, hogy Ukrajna semleges legyen, az, hogy Ukrajna demilitarizált legyen, az, hogy Ukrajna ne egy anti-Oroszország legyen, hanem lehetőség szerint az orosz érdekszférában, nagyjából ezek voltak a célok. Ezt az első, úgy vegyük úgy, hogy A verzióban, vagy az A tervben megpróbálták, nem okvetlenül óriási hiba volt, de megpróbálták egyfajta puccsal megoldani. Úgy gondolták, hogy Zelenszkijék is elmenekülnek, mint Janukovics elmenekült. Voltak is erre utaló jelek, hogy ez majd nem. Csak az amerikaiak ott álltak mögöttük, és megmondták, hogy nem kell elmenekülni, itt vagyunk, sőt nem is engedik, hogy elmeneküljön, és megvédik. És még egy, hogy a titkosszolgálatok, azért minél távolabb megyünk, mert a Hersonban már hátot finoman szólva átálltak, de Kijevben nagyon keményen ott megváltozott az összetétel, ott megvédték az ukrán hatalmat. Tehát az, hogy ez nem úgy sikerült, nem sokon múlott valószínűleg. De onnantól jött a B-terv, Oroszország belekényszerült egy háborúba, amiben nem akart. Ő nem háborúra készült, és többek között ezért is nevezik különleges katonai műveleteknek az egészet. És innentől, hogy háborúba kényszerült, innentől a céljait már csak területfoglaláson keresztül érheti el. Véleményem szerint az a minimum, amit Oroszország a kommunikációs térben győzelemként tud eladni, de az egész gazdasági értelemben fönntartható is, és nagyon fontos biztonsági tekintetben pedig védhető, ez a Harkov-Umány vonaltól délre, illetve keletre lévő területek, az úgynevezett Novorosszia és a Donbass és a körülötte lévő részeknek a részek fölötti uralmat jelenti. Tehát az, hogy Ukrajnát elvágja a Fekete-tengertől, ezzel, bocsánat, még egy zárójel, hogy nagy kérdés, hogy a Dnyeszter mentén északra mennyire akarnak menni, mert ugye tehát a délen Moldovával, tehát az egyértelmű a szakadár köztársasággal, mert ugye oda el se tudnak jutni most már évek óta, északon pedig akarnak-e egyrészt Belarusszal, ott Kijev kérdés, Kijev szerintem megmarad ukrán részen, és a másik pedig az, hogy amikor a Lavrov arról beszélt, hogy meg Putyin is, hogy egy 300 kilométeres biztonsági sáv kéne, mert nagyon átlövöldöznek Oroszországba. Ha Oroszországnak ereje lesz, és Ukrajna úgy megrendül, akkor északon is egy ilyen pufferővezetet, Szumi megyét, meg ezeket levághatják, ilyen biztos, hogy ne tudjanak Belgorodba átlőni. Tehát, bocsánat, egy fél mondat, hogy amennyiben ez a verzió, vagy annak egy része megvalósul, tehát egyébként, hogyha ez a Harkov-Umány vonalat nézem, akkor ez egy civilizációs törésvonal is, tehát ha megnézzük a 2000-es évek ukrán választásait, e fölött volt narancssárga, lefelé pedig kék, tehát az Oroszországhoz húzó erőt. Sőt, azt szokták mondani, hogy egybe raknak térképeket, az energetikai térképet egybe rakják, a vallási térképet egybe rakják, a nyelvi térképet, a választási térképet, és egyszerűen az látszik, hogy mint a két ország lett volna. Így van. Ja, és az energetikai térképre visszatérve, ezek a területek azok, amelyek a gáz, kőolaj lelőhelyeket is jelenti, és az iparnak is a fő központja. Itt akartam folytatni, tehát a maradék Ukrajna,
gazdasági értelemben nem biznisz a nyugatnak, és egyébként meg kezelhető, mert ha nincs gazdasági erő, van egy, marad egy bődületes nagy adósság, elveszett szuverenitás, mert az adósságot maximum szuverenitás sok keresztül tudják majd visszakapni a nyugati... Tegnapi a híre, hogy felgyorsítják az abszolút privatizációt Ukrajnában. Így van, de ha így alakul a fronton a helyzet, akkor az egyértelmű, hogy délen vagy a maradék Ukrajnában gazdasági értelemben gyenge lesz, ebből következően fenyegetés sem tud nagyon jelenteni Oroszországra, és ha igen, mert mondjuk a NATO mégiscsak ott azért ott tartja a lábát, akkor is földrajzi értelemben megnő a távolság az orosz magföldek és a maradék Ukrajna között. Egy picit a nézőket egy kicsit tájékoztassuk. A világban, biztonságpolitikában beszélünk ilyen törékeny államokról és bukott államokról. Vannak a stabil államok, ahol működik az állami struktúra és rendszer, vannak a törékeny államok, ahol bizonyos elemek működőképesek, bizonyos elemek már megbuktak. Igen. És vannak a bukott államok, most például a bukott állam Líbia. És ugye az mindenki számára egyértelmű, hogy a bukott állam és valahol a törékeny állam között libeg most a mai Ukrajna. Pontosan. Ebben a helyzetében. Ez pedig akármelykora is a nyugati támogatás azt is okozhatja, hogy mondjuk azok a szélsőséges csoportok, akik amúgy most mögé álltak úgynevezett az ukrán függetlenségnek, vagy az oroszokkal való szembenállásnak, ezek a csoportok nem biztos, hogy örökké elégedettek lesznek a mostani vezetéssel. Tehát, hogy előfordulhat egy olyan verzió, amiben valami fajta pucs alakul, akár egy területveszteség realizálódása kapcsán, akár egy... Igen? Szerintem itt két részről fenyegetheti veszély, tehát pucsveszély, Zelenszkijt és csapatát. Egyik részről a nacionalisták, és pontosan ezért annyira nem sajnálják például, hogyha az azonosokat kilövik, mert ők egy idő után akár Zelenszkij ellen is fordulhatnak. Tehát a hatalom érdeke lehet, hangsúlyozom lehet, nem tudjuk, hogy ki lőtt, meg hogy lőtt, én csak feltételezek bizonyos dolgokat, meg kérdéseket. Oroszok azt állítják, hogy a vallomások, amit az azov szászhajnál tettek, hogy amiatt történt meg az ukránoknak a csapás, hogy ne gyerüljenek. De hangsúlyozom, tehát politikai értelemben és középtávon ezek a nacionalista neonáci erők Zelenszkijre veszélyt jelenthetnek, főleg akkor, hogyha területveszteség van, és ők ezt nem fogják megcsinálni. Ezt további nem mondod, hogyha ő rá veszélyt jelentenek, akkor Magyarország is veszélyt jelenthetnek. Hát Magyarország eleve veszélyt jelent az, hogy bődületes mennyiségű fegyver van a szomszédban kint. Szanaszét. Tehát, és olyanok kezében is, mint az azovosok, vagy a Donbass csoport, akik azért ne szépítsük, hát most már megszépültek a nyugati médiában, hogy az előző beszélgetés... A tetoválások is így szépülnek meg. Így igen. Van, tehát azok a liberális nyugati médiumok, amelyek ha nem horog keresztet, meg farkas fogat, igen. Tehát meg ilyeneket, hanem csak egy fekete napot, hanem egy félreérthető mondatot hallanak, akkor másikítanak itt, meg ezek hősök. Hát, persze, biztos vannak ilyenek is közöttük, megtévedtek. Nem, ezek nem látszik. Szóval ez az egy, és a szomszédban vannak. És Magyarországhoz közeli részen, mert a bázisuk, az ideológiai bázisok nyugatunk. Ne felejtsük el, hogy több ilyen üzenet is érkezett Magyarország irányába, akár a Kárpátalján lévő dandárparancsnoka irányából, akár a Donbass katonai vezetői részéről. 17 ilyen fenyegetés volt, hogyha Magyarország túl sokat mocorog, akkor ők majd megmutatják, hogy milyen gyorsan lehet eljutni Budapestig. Hát igen, nem is kell Budapestig eljutni, elég az, hogyha terrorcselekményeket itt-ott elkövetnek. Tehát azért nem viccelik. Ők felajánlották azt is, ugye, hogy az európai közös hadsereg az ukrán hadsereg legyen, mert az alkalmas erre, meg ők majd a moldáv területeket felszabadítják az orosz megszállás előtt, de most már mindjárt besegítenek a koszovói függetlenség védelmében is, a szerbek ellenében, és megtanítják nekik, hogy hogy kell európaivá válni. Így, és emlékeztetnék a pláza riadókra, ugye az sem Magyarországról érkező hívások voltak, tudomásom szerint. Ez az egyik, a másik pedig akkor, amikor Ukrajna a NATO, arról beszél, hogy a NATO vagy az Európai Unió tagja lesz, akkor már nyíltan beszél a külügyminiszter Kuleba arról, hogy akkor majd a lengyelekkel összefogva
majd az ő szájízik szerint fog megváltozni az európai politika. Hát köszönöm, én abból nem biztos, hogy kérdezik. Van még itt egy fontos de még az előbbi mondatot, hogy igen? Egyrészt ez a csoport jelenthet veszélyt Zelenszkijre, és a másik pedig szerintem a hadsereg. Tehát most is már több összeütközés van, vagy ilyen kis koccanás a vezérkar és a politikai elit között. Tehát Zaluzsnyék, a vezérkari főnökről beszélek, katonai logikával gondolkodva már hátrébb vonták volna a csapatokat a Donbaszban, tehát nem fölöslegesen nem védik Liszicsanszkot, stb. De a politika nem engedi, mert hősöket kell kreálni, meg hogyha visszavonulnak, akkor nem kapnak amerikai fegyvereket, stb. Tehát eljöhet az az idő, amikor a hadsereg is azt mondja, hogy hát pászt, én nem Több nyugati politikus mondta, hogy hát bizonyítsanak azért az ukránok, hogy ők tényleg tudnak nyerni az oroszok ellen, mert akkor inkább ők addig nem küldenének fegyvert. És itt ehhez a gondolathoz, amennyiben az ukrán erők nagyon megtörnek a Donbaszban, akkor lehet feltehetően kétszer is átgondolják az angol százokon kívül az összes többi erő biztosan, hogy milyen mennyi fegyvert küld és meddig Ukrajnának. Hát arcvesztés nélkül nem lehet azonnal abba hagyni, az biztos, de azért érezhetően csökken, és a mostani sem elég, a mostani mennyiség sem elég, ez az egyik, a másik pedig a gazdasági háborúra visszatérnék egy mondat erejéig. Tehát jön az ősz, jön a tél. A gazdasági háborúban jelen pillanatban Oroszország áll valamivel jobban. Tehát az európai közvélemény akkor, amikor nem fogja sokáig azt mondani, hogy pulóverrel harcoljanak a németek mondjuk Putyin ellen, hanem a társadalom egy része biztosan elégedetlen lesz, és ha elégedetlen lesz, akkor egy része ki is fog menni az utcára. Nem hiszem, hogy a németek azonnal most a tömegében kimennek, mert nem úgy vannak szocializálva, de azok az erők, amelyek a pandémia alatt is kimentek, azok most is ki fognak menni. Ugye azt próbálták elhitetni, hogy azt gondolták, hogy az oroszok, hogyha nem fognak kapni McDonald's szendvicset a gyors büfébe, akkor ez egyből Putyinnak a politikai karrierébe fog kerülni. Tehát ez látszik, hogy mennyire rosszul gondolták, és aztán közben azt veszik észre, hogy lassan a McDonald's szendvics úgy néz ki, hogy a német büfében nem fog megérkezni, mert ugye nem lesz, amivel majd a húspogácsát megsüssék. És ez is az egyik olyan sztereotípia, amit addig terjesztett a nyugati média, míg végül a nyugati társadalmak nagy része és a döntéshozók egy része is el is hitt. Tehát való igaz, hogy Oroszországot is, különösen a nagyvárosokat, a megapoliszokat harabdálja, rátelepedett a globalizáció, de Oroszországban még mindig megvan az az ideológiai erő, amely legalábbis nem globalista. Globalizáció az egy adottság, egy realitás, az nem lehet kihúzni magukat. Az oroszok úgy emlékeznek, hogy ők amúgy egy világhatalom. De Oroszország egyrészt világhatalom, tehát tudat is. Nagyon fontos az, hogy milyen tudat. Tehát az orosz tudat, ugye nekünk nem tetszett, és joggal nem tetszett sokszor, hogy az a birodalmi tudat 56, vagy a második világháború utáni 40 évben, hát hogy éreztette a hatását ebben a térségben is, de ez a birodalmi tudat egyrészt a szuverenitásnak a záloga jelen pillanatban, tehát az, hogy még egyszer hangsúlyozom, nem a globalizációról, hanem globalizmusról, a globalista erőkről beszélek, az nem tudja Oroszországot bekebelezni, és ez az egyik legnagyobb baja a nyugati elitnek, hogy ennek a gondolkodásnak az akadálya Vlagyimir Putyin. Azt hiszik, hogy csak Vlagyimir Putyin, dehogy. Nem, az egész lakosság, és ezért van az, hogy igen, ott is elsősorban a felső középosztályt éri el a globalizáció, tehát akkor, amikor azt mondjuk, vagy azt írják nagyon sokan, hogy hé, hát most akkor nem tudnak utazni az oroszok, meg nem tudnak üdülni, nem tudnak repülni. Most jött ki egy felmérés, az oroszok 69%-a életében soha nem járt külföldre. Tehát ő nem fog sírni azért, hogy nem tud a Maldív szigetekre, de még csak azért sem, hogy a törökökhöz nem tud menni. Törökökhöz egyébként mehetnek, és oda mennek is jelen pillanatban. Tehát ez tévedés, és a másik az, hogy McDonald's. McDonald's-ot is azért, mikor vannak ezek a szankciók, hát
rájönnek ám, hogy lehet ezt ügyesbe és okosba is csinálni. Tehát, hogy a licenc tulajdonosnak átjátsszák, és nem McDonald's néven működik tovább hazai gyártású, de ugyanolyan termékekkel. Hát, vagy jobb. Van, aki azt mondta, hogy nem jobb, de hasonló. Tehát, hogy... Van egy, amire ki szeretnék térni. Többféleképpen nevezik a nyugati médiában ezt az országcsoportot, a hajlandóak koalíciója, vagy a mindenre hajlandóak koalíciója, amiben a balti államok, Lengyelország, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, illetve inkább döntő részében az angol szászok vannak benne. Ugye itt egy érdekes kérdés, hogy a kedves nézőink is tájékozódjanak. Az Egyesült Államoknak nem tetszik az, hogy lenne egy európai közös hadsereg. Most kitalálták azt, hogy Boris Johnson legyen mondjuk az új NATO főtitkár, mert a britteknek ezt beígérték, és ugye ők akkor már nem az Európai Uniónak a tagjai, tehát egy kicsit, hogy értse mindenki, hogy nekik az európai közös hadsereg amúgy nem tetszik, és inkább maradjon csak a NATO, amit ők egyeduralkodók. De ezen belül is látszik, hogy van egy angol szász NATO, és ez az angol szász NATO-hoz itt Kelet-Európában csatlakozott egy erő, ez Lengyelország és a balti államok, amik elkötelezettek. És Románia. Hát, kevésbé, ideológilag kevésbé, de katonai értelemben azért. Igen. Tehát, hogy azt tűnik, és sőt, aki olvassa a lengyel médiát, én szoktam a lengyel médiát olvasni, az van benne, hogy még egy atomháborút is be kellene vállalni ennek érdekében. Most jött el az idő, nincs mese, nem lehet megvárni, hogy 20 év múlva Oroszország megerősödik, ezt most kell lerendezni azonnal. Lengyelország, lengyeleket értem is, meg nem is. Értem, de nem akarom. Tehát a lengyeleknek a nagy szívfájdalma, a történelmi szívfájdalma az, hogy Oroszország és Németország folyamatosan lenyelik, kettéosztja, megszünteti őket. Ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy az orosz, a lengyeleknek a... Most a németeken is bosszút akarnak állni. Persze, de ez történelmileg így van. Tehát, hogy a lengyeleknek a russzofóbiáról a történelem igazolást adott. De azért már megbocsássam a világ, ha a lengyelekkel múlna, amit én a saját biztonsági szempontjukból értek, hogy most a NATO-ban lerendeztetnék hosszú évtizedekre előre Oroszországot, és az ő nekik kényelmesebb, már nem biztos, hogy kényelmesebb, mert mondtuk, hogy Oroszország nagyon szétesik, meggyengül, az egész Európa biztonságát megrengeti, de ők úgy gondolják, hogy nem. Tehát, hogyha a lengyelekkel múlna, már a harmadik világháborúban lennék, és itt teszem hozzá, hogy az Egyesült Államok ennél sokkal józanabbul áll az egészet, amikor lengyelek a háború első szakaszában azonnal már az összes MIG-et oda akarták adni. Légtérzárat akartak. Éppen az amerikaiak mondták, hogy kicsit álljunk meg. Meg aztán volt olyan is, hogy az oroszok is mondták, hogy álljunk meg. Tehát a háborúnak az első szakaszában ugye kimenekítették az ukrán légierő egy részét a lengyel meg a román repülőterekre. Onnan bevetették őket, és azért emlékezzünk, talán megvan az a hír, hogy Romániában leesett egy MIG, lelőttek, és a mentésére induló helikopter is lelőtték, és rá négy napra az orosz védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy ez az oroszok voltak. A sajtó úgy jelent meg, hogy technikai meghibásodások voltak. Az első az volt. De akinek az üzenet szól, vagy akiknek szólt, azok értettek belőle, mert utána egy hétig olyan visszafogott lett a NATO kommunikációja, hogy hüha. És ennek én örülök, mert a NATO nem akar közvetlenül csattani Oroszországgal, ezt orosz részről is figyelnek erre, és ez azt jelenti, hogy talán megúsztuk egy regionális háborúban, ami mégiscsak a szomszédunkban van, de nem eszkalálódik. Tehát még egy gondolat, tehát ahhoz, hogy vannak ezek, van ez a csoport, tehát a lengyelek és a baltiak. Tehát ezek most éppen az elmúlt időszakban már Amerika kinyújtott keze, és közben a saját játékát is játsza, ezek a britek. A britek a Ukrajnában nagyon-nagyon megerősödtek, aktivizálódtak az elmúlt időszakban. Az ő titkosszolgálatuk kb. Mint a brit tudósok szoktak ugye nyilatkozni. Tehát a stratégia Amerikában születik, de a részben a britek, és most már a lengyelek és a baltiak valósítják meg a meghosszabbított kéz. Itt egy kérdés azért feltennék, ugye azt látjuk, hogy van egy elképesztő közeledés a lengyel állam meg az ukrán állam között, miközben történelmi sérelmek azért vannak,
Miközben, és azt ezt látjuk, hogy, hogy az ukránok szinte lengyel, a ukrán állampolgároknak járó jogokat adnak a ukránoknak, a lengyelek a lengyeleknek. Az oroszok azt mondják, hogy az egész valójában nem történik más, a két ország egyfajta egyesítése zajlik. Hogy a maradék... Államszövetség. Így van, és van egy másik, amit te is említettél, hogy a tegezhetünk, hogy mintha be lett volna itt ígérve a lengyeleknek az, hogy akkor itt most az európai vezetésben ezt a francia-német tengelyt itt meg lehetne egy kicsit törni, és hogy ők itt Európa egyik vezető hatalmává válhatnak. Hát itt megkérdezném, hogy hanyas vagy, mert... 73. Én kicsit idősebb, mert félszavagunk megértjük egymást. Tehát az, hogy ugyanígy akartam folytatni egyébként a gondolatmenetet, tehát azzal, hogy azért... Gondoljunk bele, nem akarok csúnyákat mondani, nekem szimpatikusak a lengyelek, de mennyiben különbözik eszközeiben, mert meg is válaszolom alapvetően, az, hogy a lengyelek ki akarják terjeszteni a Ukrajna maradékára a befolyásukat egyfajta ilyen kvázi államszövetségben, és az, hogy az oroszok ki akarják terjeszteni a befolyásukat Ukrajnára. Tehát mondom, egyelőre eszközeiben, de még egy dolog, akkor, amikor Magyarország rengeteg bírálatot kap azért, hogy szét akarja verni az Európai Uniót és a NATO-t, ráadásul Putyin meghosszabbított kezeként, meg trójai falóként, stb. Ezekben az éles helyzetekben, most lefordítom erre ezt, amiről az utóbbi 3-4 percben beszéltünk, akkor a litvánok azzal, amit csináltak például a kaliningrádi folyosó, a tranzit ügyében, a németekkel, az Európai Unió többségével szemben, tehát kockáztatták az ott éppen német parancsnokságban. A németek isten meccs, ugye, hogy az oroszokkal véletlenül akartak volna harcolni, mindent megtettek, hogy az ukránok hagyják már abba ezt az egészet, tehát ez az egyik, vagy az előbb említett, hogy a lengyelek sokszor nem csak a falik, hanem néha már túl is mennének. Tehát akkor ilyen helyzetekben ki is osztja meg az Európai Uniót és a NATO-t? És éppen kinek a trójai falova? Igen. Tehát az Egyesült Államok szövetségesünk, de nem érdeke az, hogy az Európai Unió túlerős legyen, a németek túlerősek legyenek. Ez már 30-40-50 éve. Sőt, száz éve nagyjából az amerikai stratégia része, hogy egyszerre gyengíteni az eurázsiai gazdasági vagy geopolitikai térségnek mindkét pólusát, Nyugat-Európát, abban elsősorban Németországot és Oroszországot vagy a Szovjetuniót. Itt a köztes vonal, ugye, ha az elmúlt 30 évet nézzük, akkor a NATO bővítéseknél Közép-Európában húzódott, most eltolódott Ukrajnára, tehát a megosztás vonala. Ez elemi amerikai érdekes, ez azt mondom, hogy igen, nekik érdekük. A probléma az, hogy Európa miért száll föl erre a vonatra, hiszen nekünk nem érdekünk. Ahogy nem érdekel a gazdaságának, nem érdekel a népességének és az egyébnek sem. Ha most itt körültekintünk, tudjál egy nagyobbat is inni, de csak egy kisebbet, mert teljesen a végén ki fogunk száradni. Ugye a biztonságpolitika, meg a geopolitikai nagy doenjei azt mondták, ugye, hogy azért ne felejtsük el, hogy Oroszország itt fog maradni. Így van. És hogy úgy kell tekinteni a jövőre, hogy valami olyan megállapodás irányába kellene terelni Oroszországot, ugye? Hogy legyen. Ugye annak idején én megdöbbenve hallgattam, amikor még először a Obama adminisztrációnak az első megnyilvánulásai voltak, akkor azt mondták, hogy Oroszország olyan mértékű, olyan nagy és olyan mennyiségű nyersanyagforrás birtokol, hogy ezt nem birtokolja Oroszország egyedül. Akkor már éreztük, hogy ebből baj lesz. Tehát, és akkor utána már láttuk, hogy utána eltűnt a sportolók, eltűnt a himnusz, és a többi, tehát egyre inkább, mindenki lesz, hogy nem a sportolókról és nem a dopingról szól ez az egész. Aztán a vírusnál is lehetett látni, akár a vakcinázással kapcsolatos, hogy a Sputnik vakcinának mi volt a lényege, vagy akkor, hogy mindenki tudta, hogy soha nem fogják majd rajtunk kívül máshol bevezetni, tehát hogy mindenki pontosan tudta, hogy ez már ebbe az irányba eszkalálódik el, de Oroszország itt fog maradni. Hogy maradhat így, úgy, hogy ebből mi a lehető legjobb, a katonáknál három dolgot szoktak tenni, hogyha lehet, próbálj el a háromra válaszolni. Mi az, ami a számunkra legkedvezőtlenebb változott ebben? Mi a legkedvezőtlenebb? Mi a legkedvezőbb, és mi a legvalószínűbb? Hogy mi fog történni itt ebben a, mi fog Oroszország és Európa kapcsolatában, milyen jövőkép várható? A legkedvezőtlenebb az, ami
a jelenlegi trendek folytatódása mellett van is rá esély, az, hogy Oroszország és Európa kapcsolatai szinte minimálisra csökkennek, szinte teljesen megszűnnek. Ugye, ha gázról annyit beszéltünk, gáz és olaj, hát ennek a 50 éves történetnek nagyjából vége, vagy pedig hát lesz itt majd LNG másonnan, csak akkor ezek az árak maradnak, vagy ezek a magas árak. Tehát az, hogy ezt én a legrosszabb verziónak tartom, hogyha Európa és Oroszország nem lesz beszélő viszonyban sem. Az európai hatalmak, legalábbis a mérsékeltebb erők benne, hát azt kell mondanom, hogy itt adott esetben hol vannak mondjuk a Kohl, Giscard, Mitterrand, ez a generáció, mikor a reményemet nagy részben Emmanuel Macronba vetem. Hogy már odáig jutottunk, hogy a végén a Macronba reménykedik. Abba a halovány, és még hozzávenném Merkelnek mondjuk a Merkel uralkodásának az első kétharmadát. Mm-hmm. Tehát, és abba a szürke, semmitmondó Scholzba, amelyik egyébként még mindig normálisabb és a realitásokhoz, a valósághoz több köze van, mint a zöldeknek. No, tehát ezek az erők megpróbálják, hogy ne legyen ez. Legrosszabb az, hogy itt bedől minden, Oroszország teljesen kelet felé fordul, és ez Ha én rengeteget foglalkoztam életemben Oroszországgal, tehát én nem is titkolom, hogy van némi szimpátiám, mert rengeteg embert ismerek onnan, az nem lesz Oroszországnak sem Kína, hogy mondjam, szövetséges is, meg hosszú távon egy óriási kihívás is. Kína 100 évekre gondolkodik. Így van. És hát hatalmas erő, mert hadd befolytassam, tehát az Oroszország, ők tudják, hogy ez nem biztos, hogy olyan jó. Mi a legkedvezőbb változat? A legkedvezőbb változat, és még hozzátenném, hogy én nem tartom kedvező változatnak Magyarország szempontjából azt, esetleg lehet, hogy a gázszállítás szempontjából jó lenne, de geostratégiai értelemben nem, hogyha nekünk közös határunk lenne Oroszországgal. Tehát inkább legyen egy puffer közöttünk. Ugye ezt kérdezték tőlem, hogy na most, hogyha sokan megkérdezik az emberek, akivel találkozok, hogy akkor mi jó, hogyha az oroszok nyernek, vagy az ukránok, és azt mondtam, hogy az volt a jó, ami volt. Tehát nekünk az volt, magyaroknak az nagyjából volt, igen. Ami ezután... De az már nem lesz. Az már nem lesz. Tehát az, hogy a legjobb verzió véleményem szerint a mielőbbi béke szempontjából is az, hogyha az oroszok minél előbb elérik a céljaiknak azt a részét, amit már győzelemként tudnak eladni. Azért, mert nekünk, a mi érdekünk alapvetően béke. Tehát ha megfordítom, hogy van az ellenkező verzió, hogy az ukránok érnek célba, ez viszont csak úgy lehetséges, hogy hosszú-hosszú évekig tartó háborúban az oroszokat valahol megállítják a 2022. február 24-i frontokon, és 3-4 évig még lőnek. Ez nem hiszem, hogy nekünk érdekünk. Tehát én sajnálom az ukránokat, de a politikai elitjüket nem. De valószínű a realitás, és az vélemények szerint nagyjából a legvalószínűbb verzió, és a számunkra a jelenlegi helyzetben nagyjából jó verzió is egybevág, amit én már említettem, hogy Oroszország a győzelméhez elérhető területet megszerzi, Ukrajna egy sokkal szűkebb területen a 2020-as GDP-nek a 25%-án nagyjából, Nyugat-Ukrajnáról beszélek, még talán Kijevvel is, tehát az úgy megmarad, mint állam, az, hogy mennyire szuverén, azt már említettük, nem lesz, és nagyjából így állnak be területi értelemben az erőviszonyok, nem eszkalálódik tovább a háború. Az egyik ilyen idő, lassan időnk lesz, engedjétek meg, hogy azért még vagy a végén le tudjuk zárni az egészet, ez pedig a következő, hogy mit tegyen Magyarország, mi a jó, mit tehetünk, először is nézzük meg, mint állam, mint nemzetállam, mi mit tehetünk, hogyan reagáljunk, mit tegyünk az elkövetkező időszakban? A
Magyarországnak a keleti nyitás, tehát NATO és EU tagként egy aktívabb keleti politika, ez nem okvetlenül csak Oroszországot és Kínát érinti, hanem az arab világot, és sokkal szélesebb értelemben. Akár Afrikát is. Vagy akár Afrikát is. Tehát én azt mondom, hogy ez a politika, tehát az lenne nekünk a legjobb, hogy ennek ehhez a politikához újra megteremtődnének a nemzetközi feltételek. Mert jelen pillanatban, hogy a kelet és a nyugat között így mértékben megfeszült a helyzet, ez választásra kényszerít mindenkit, Magyarországot is. Tehát ezt a kiegyensúlyozott pragmatikus politikát gazdasági és geopolitikai értelemben a mozgástér valamelyes növelését célzó politikát nem engedi. Nem fogja engedni. Nézzük meg, hogy az új amerikai nagykövet majd mit fog tenni azért, hogy ez ne sikerüljön. Tehát az lenne a jó Magyarországnak, hogy ennek a politikának a feltételei, vagy valamely újra, valamely, úgy már, ahogy régen volt, már nem lesz. De a nyíljon egy kis mozgástér. Tehát ez nagyon fontos, ez feltételezi a békét is. Ahhoz pedig, hogy a béke mielőbb bekövetkezzen, ahhoz pedig tényleg az kell, hogy Európa rájöjjön arra, hogy a fegyverek csak a háborút fogják tovább vinni. Valószínűleg az ukrán győzelemet nem tudják így se elhozni, még több vért hoznak. Magyarország próbáljon meg humanitárius értelemben ember maradni, tehát akár államként, akár egyedi emberekként gondolkozunk egy ilyen helyzetben, szolidárisak lenni azokkal, akik elvesztik a házukat, mindenüket, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mi ne üljünk föl arra a vonatra, amit a fősodor megy, és szakadék felé megy, az nem visz sehova. Ráadásul, illetve nagyon rossz felé visz. Ráadásul jó eséllyel bekövetkezik az, amikor ezen a szerepvényen a mozdonyvezető szerepét játszók is vagy leugranak, vagy befékeznek, hogy azt mondjam, az érdekeik ezt kívánják, és akkor a kicsiknek megint rossz lesz, mert ha túl előre szaladtak. Tehát én ezt a jelenlegi és nagyjából kirajzolódó óvatos, humanitárius értelemben emberbarát megközelítést folytatnám, és rettenetesen szurkolnék azért, hogy mielőbb ez a konfliktus egyrészt ne eszkalálódjon, minél előbb valamelyes csillapodjon, mert hozzáteszem, hogy amiről mi itt beszélünk, az nem béke, hanem egy befagyott állapot lesz, és amennyiben... Kórea szintű állapot, tehát én nem zárom ki, hogy 20 év múlva lesz olyan amerikai elnök, aki megint annyi fegyvert ad Ukrajnának, hogy megpróbálják az akkori státuszkodat megváltoztatni. Tehát fagyjon be ez az állapot, legyen fegyverszünet, és újra induljon be a gazdaság valamilyen értelemben, mert következő 2-3 évben nagyon sokat fogunk szenvedni. Nem csak a háborúnak a következménye ez, hanem még az beszélgetés elején volt, hogy a hibás nyugati, főképp európai politika következménye volt egyrészt az infláció, ez a ideológikus alapú zöld forradalmak, stb. És erre mindre még rátett a háború. Tehát ez nekünk nem érdekünk, ennek legyen minél előbb vége. Amennyit mi hozzá tudunk ehhez járulni, próbáljuk meg. És jön a következő. Nemrégiben ugye hallhattuk, hogy azt nyilatkozta a szerb belügyminiszter, hogy ő neki megmondták, hogy csak akkor maradhat kormányon, és maradhat benne a szerb kormányban, hogyha egy bizonyos titkos szolgálatnak dolgozik, vagy nem dolgozik. Láttuk, hogy mi történik Bulgáriában, milyen beavatkozások voltak, láttuk, hogy Észak-Macedóniában milyen állapotok voltak. Ez látszik, hogy valakik azért elég erőteljesen megpróbálják ezekben a kicsi országokban az akaratokat érvényesíteni, ez döntő részében a belpolitikai irányvonalak megváltoztatásával próbálják előni, és egy kicsit az van bennem, hogy ez ebben, abban is benne van, hogy egy kicsi belső forradalom, palotaforradalmak, vagy egy kicsi polgármáros... Értem a kérdést, a válaszom a következő. Magyarország maradjon az EU és a NATO tagja, de maradjon szuverén. Így van. Amennyire ezek a szervezetek megengedik, mert amit mi aláírtuk, azt vállaltuk, de annál többet. És azt is jelent, hogy mi ne engedjük azt meg, hogy ebben az országban belső konfliktusokat generáljanak, és minden által... Azért a válaszom az volt, hogy maradjon szuverén, mert amennyiben szuverén marad, akkor
az nem tud bekövetkezni. Jó, és akkor itt van egy nagyon fontos rész, itt vagyunk hétköznapi emberek. Mindenki félti a családját, a jövőjét. Azt már látjuk, hogy az a világ nem nagyon fog eljönni, ami előtte volt, akár a vírus előtti világ, mindannyian tisztában vagyunk vele, ez a világ véget ért. Az is látszik, hogy az energiabőség időszaka is véget ért. A kapitalizmusnak nevezett rendszernek az az időszaka is véget ért, amiből valakik azt gondolták, hogy majd a nagy szerencséjüket meg lehet csinálni. Sokan azt mondják, hogy most bizonyos dolgokat el kell engedni, és azok fogják átvészelni jól, testileg, lelkileg, szellemileg ezt az elkövetkező időszakot, akik ezt meg tudják majd tenni, hogy mik azok, amiket el akarnak engedni. Mit tegyenek itt a nézők, a hallgatóink, hogyan éljenek a mindennapokban, miközben egy ilyen konfliktus van körülöttünk, hiszen itt, ahogy a vírus helyzet megosztotta a magyar társadalmat, a háború is egy megosztásos állapotot hozott létre. Kinek a, én szoktam mondani, jó volna, hogy mindenkinek a Facebook profilján egy inkább egy magyar zászló lenne kirakva, és nem pedig mondjuk a Szent György jelkép, Szent György szalag, vagy pedig ja, igen, a György szalag, vagy, György, György, György szalag, vagy pedig az ukrán zászló. Vagy pedig az ukrán zászló. Ne. Tehát egyrészt ne szurkoljunk. Ez egy háború, tehát ezt nem szép dolog szurkolni, de messze kezdem. Tehát hogy mit csináljon? Tehát az, hogy Oroszországot miért nem tudják kifektetni, azért, mert olyan tartalékai vannak, ami alapból, tehát természettől fogva, adottságainál fogva szuverénné teszi. Lefordítom ezt az átlagember nyelvére, meg a feladataira. Próbáljuk meg minél inkább szuverének lenni, maradni, és vagy lenni, tehát és a működésünket, a családi kasszánkat próbáljuk meg fönntartható módon megtervezni, mert nagyon nehéz világ lesz, és azt látom, hogy bizonyos erők azon dolgoznak, nagyon nem szeretem én az összeesküvés elméleteket, de nem enged, amit látok, nem engedi nem kimondani azt, hogy bizonyos erők azon dolgoznak, hogy egyrészt a jelenlegi inflációs, meg energia árak mellett teljesen kiszolgáltatottá tegyék a társadalom alsó rétegeit, őket segély alapon fogják megfogni és manipulálni, de ami még fontosabb, a középosztályt legyengíteni, mert a középosztály a legmobilisabb, leginkább tiltakozni képes réteg, tehát az, hogy a létével legyen elfoglalva, és ezért fontos, visszacsatolok oda, hogy minél inkább fönntarthatóak tudjunk lenni kicsiben, családi büdzsében, és a gondolkodásunk próbáljon megmaradni szuverénnek, amennyire lehet, mert egyébként óriási nyomás fog nehezedni ránk, és akkor, mikor létért küzdünk, akkor nehéz a szuverenitásban gondolkodni, de aki lát erre ilyen recepteket, meg úgy gondolja, hogy errefelé vezető utakat, hát azon induljon el. Nagyon szépen köszönjük. Hát nagyon szépen köszönjük Stitt Gábornak, hogy itt volt velünk. Az egyik ilyen javaslatom lenne itt minden hallgatónak és nézőnknek, hogy amikor ő megszólal valamelyik magyar médiában, akkor azt próbáljuk figyelemmel kísérni, mert én nagyon megbízhatónak tudom, tehát a saját tapasztalatai vagy információim alapján én azt látom, hogy nagyon sok mindenki valami fajta propaganda katonaként működik, és hogyha valaki hiteles embereket szeretne hallgatni, akkor Stitt Gábort hallgassa. A másik nagyon fontos dolog, amit itt szeretnék itt már most előtte bejelenteni, hogy ez a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem keretében zajlanak itt az előadások ebben az 5 előadó helyszínen, ugye egy teremben és 4 sátorban, és a tervünk az, hogy a megyeszékhelyeket felkeressük ebben a Nemzetvédelmi Szabad Egyetemmel, és megpróbáljuk eljuttatni az emberekhez 3 fontos kérdés, mi történik itt körülöttünk, mi várható jövőben, és erre nekünk egyéni emberekként milyen megoldásaink lehetnek arra, hogy a lehető legjobban, legsikeresebben kerülhessünk ki belőle, és ezt az üzenetet, ezeket az információkat szeretnénk eljuttatni az emberek számára. Nagyon szépen köszönjük. Annyit szeretnék mondani, hogy kérdezték, hogy van lehetőség kérdésre. Nézem az időt, hogy vagyunk. Már nincs. 5-10 perc, 5. Egy mondatot hadd tegyek hozzá, olvassák a moszkvatér.com-ot, ha már... Én olvasom.
Én olvasom, és nagyon fontos híreket jelent. És akkor annyit tegyünk meg, hogy szerintem kettő rövid kérdésre, de úgy fogjuk szerintem kezdeni, hogy már aki leggyorsabban föltette a kezét. Jó. És ott van a leggyorsabban kézfeltevő, úgyhogy ő lesz a kettes, legyen olyan kedves közelebb jönni. Igen? Oké, megtisztelő a lehetőség. Én egyetlen dolgot kérdeznék, ami az előző beszélgetésben is elhangzott Szafár Csárpától, a Partabarnával. Mekkora a veszélye annak, hogy a nagyhatalmi játékokon kívül, ami zajlik a háború ügyében, hogy akár az Ukrán, akár a Transznisztriában, akár Romániában a szélsőséges ottani savinisztáknál elpattan a húr, és csinálnak valami olyasmit, ami egyébként provokáció, amire nekünk, Magyarországnak, vagy az határon túliaknak valamilyen módon reagálni kell. Egyáltalán van-e ekkor... A kérdező Székelyföldönél. Egyáltalán van-e ennek önök szerint reális veszélye? Reális veszélye annak van jelen pillanatban, hogy mindenhol, ahol rendkívül kiélezett, feszült a helyzet, és ahol úgynevezett geopolitikai pillanatot látnak arra, hogy a régi problémáikat lerendezzék, lásd, Szerbia, Koszovó feszültség, nem zárom ki egy Boszniában, Grúziában. Mondani. Grúziában, ugye most már az örmény-azeri fronton is megint éles a helyzet, és akkor igen, potenciálisan ilyen a Dnyeszter mellék, és potenciálisan ott bekapcsolódhat Románia, de véleményem szerint ezt a NATO és az Európai Unió nem fogja engedni, mert abban a pillanatban, hogyha ez már eszkalációt jelent, és olyan értelemben is, hogy a határok elkezdenek mozogni egy NATO állam révén is, akkor mi lesz a katalónokkal, mi lesz itt, meg ott. Tehát én úgy gondolom, hogy érdekek mentén, de ezt nem fogják engedni a NATO, nem fogja engedni a NATO sem. Köszönöm szépen, ez megnyugtató, mert ugye a székelyeket az aggasztja, hogy nehogy golyófogók. Igen, eszkalálódik. Nézzük, és akkor van, volt. Kérdés? Ott volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy az oroszoknak van-e képességük arra, hogy a nyugatról érkező fegyvereket föltérképezzel, útvonalat, frontra jutást megakadályozza, mert úgy látom a hírekből, már egy civilként hozzájutok, hogy ilyen nagy utánpótlási vonalakat nem támadnak. Dehogy nem. Dehogy nem. Tehát van erre lehetőségük is, képességük is, képességük az, hogy rendszeresen csapást mérnek az ilyen, tehát a beérkezett nyugati fegyverzettel megtelt raktárakra is, sőt, a zsoldosok olyan helyekre, olyan nem laktanyákatról, kiképzőbázisokra, ahol zsoldosok vannak. Tehát például az amerikai M777-es rakéta sorozatvetőknek én úgy becsülném, tehát mivel nincsen konkrét információ, úgy becsülném, hogy azért a harmadát például már kilőtték. Kicsivel többet, akkor ilyen harmadát satszoltam. Tehát működik ez a dolog, és még egy dolog, hogy a háború első szakaszában az ment a médiában, a fősodor médiában, hogy Kelet-Ukrajnában és Dél-Ukrajnában ugyan orosz etnikumú vagy orosz ajkú népesség él, de azok sem támogatják Oroszországnak a törekvéseit. Hát azért most már, hogyha az ukrán Telegram csatornákat nézzük, akkor egyre több az olyan hír, hogy ezek a szemét, bocsánat a kifejezés, kollaboránsok, terroristák, kramatorszkiak elárulják, hogy hova kell lőni. Ugye, a koordinátákat megadják. Tehát azért mondom, hogy lehetőségük is van, és képességük is. A zaporozsi kormányzó ugye óriási ugye pénzt ajánlott föl, aki árulókat tud lebuktatni. Így van. Ezrével érkeznek a bejelentések, ahol az emberek egymást állítják, hogy az oroszoknak dolgozik, ő adja a koordinátát. Még egy fél mondat ide, hogy úgy tűnik, hogy az oroszok nem akarják lerombolni, vagy a végsőkig kitartanak, hogy ne rombolják le a Dnyeper hidakat. De hogyha azon múlik, akkor azt is. De jelen pillanatban ők is látják, hogy az ukrán erők a beérkező és a frontig eljutó nyugati fegyverzettel, ha ez a trend folytatódik, megfordítani nem tudják, maximum kicsit elhúzni a háborút. Egy picit még annyiban válaszolnék, ugye
történelmi erőviszony számítások azt mutatják, hogy ahhoz, hogy valaki támadni tudjon, háromszor erősebbnek kell lennie, mint az ellenség. Tehát ahhoz, hogy valaki támadást tudjon végrehajtani, ez nem azt jelenti, hogy háromszor annyi ember kell, vagy háromszor annyi harckocsi, hanem ugye egy harckocsi, egy régi harckocsi érhet egyet, egy új harckocsi érhet kettőt, de a számoknak stimmelni kell. Tehát a szorzatoknak a végén valahogyan összegezni kell. Ahhoz, hogy a ukrán hadsereg támadásba tudjon elmenni, az a mostani ott jelenlévő orosz erőknek a háromszorosával kell rendelkezni. Ha most az orosz tüzérség 10-szeres, 20-szoros fölényben van, akkor azt jelenti, hogy 60-szorosan kellene megerősíteni a mostani ukrán tüzérséget. Ez meg nem fog megtörténni. Hogy miért nem fog megtörténni? Akkor nagyon röviden, ez 2500 milliárd dollárba kerülne. Pénz, és szerintem kapacitás sincs. Az amerikai és nyugati hadiparnak akkor a kapacitás, hogy a rövid időn belül ilyen mennyiségű fegyverrel ellássa. Szerintem még egy nagyon fontos dolgot érintettünk. Azt gondoljuk, hogy igen, a nyugati ipar milyen fejlett, milyen felkészült, ez igaz. Viszont annyira precíziós és drága eszközöknek a gyártására álltak rá, hogy egyszerűen nagyon kevés szakemberük van, és nem úgy van, mint régen volt, nem tudom ki mennyire emlékszik a régi időben, itt átállt a hadigazdálkodásra, azonnal a úgynevezett nemzetgazdaság egyből átállt a hadigazdálkodásra, azonnal a csavar és a cigarettagyár már is gyártotta a lőszert, sőt, aki még emlékszik rá, a hidakat is úgy építettük, hogy a robbantófészek benne volt, hogy a lehető legkevesebb robbanóanyaggal azonnal fel lehessen számolni. Ennyire a háborúban éltünk, és talán ez az utolsó gondolat, hogy ennyire benne volt a mindennapjainkban a háború. Három éves háborús készletet majdnem 960 ezer emberre halmozott föl Magyarország, hogy három éven keresztül harcolni tudjon. Így volt a szovjet időkben. Ez ugye nyomaiban nincsen jelen, most jelen pillanatban, és amire itt visszatérnék, az ukránok, hogy ezt a mennyiségű haditechnikát megkapják, ahhoz az kellene, hogy az amerikai meg a nyugat-európai hadipar pillanatok alatt, néhány hónap alatt fel tudna nőni oda ahhoz, hogy meg 10-szerezze, meg 20-szorozza a termelését. És ebben van egy nagy baj, hogy a nyersanyagoknak és a fontos anyagoknak egy jelentős része Kínában, mégis Oroszországban van. És két mondat még ehhez. Oroszországnak vannak még tartalékai, valamilyen oknál fogva, egyet meg említek, nem veti be az összes lehetséges tartalékát, nagyjából olyan 300 ezer fővel megy. Maga az orosz reguláris hadsereg is nagyobb ennél, tehát abban ezt nem dobhat át mindenkit a ukrán frontra, de még van benne tartalék, a tartalékosokat még nem hívták be, mozgósítás nincs, tehát az okok egyike az, hogy nagyon fontos, hogy megtartani a társadalmi stabilitást Oroszországban, háborúzni ott se nagyon szeretnek, ám a nem muszáj, ez az egyik, a szociális stabilitást, ez akármennyire is azt mondjuk, hogy kibírja a szankciókat, azért fáj az mégiscsak. Tehát erre nagyon ügyel az orosz hatalom, és nem véletlen az például, hogy a nagyvárosokba nem érkeznek, tehát Moszkvába, Szentpétervára fokorsók, mert onnan nem dobtak át az ukrán frontra katonákat, tehát a távolabbi szibériai és déli hadseregcsoportok működnek most elsősorban Ukrajnában, és még egy, hogy a toborzás is nem általános mozgósításról beszélek, hanem toborzásról. Tehát a toborzás is a szegény távolabbi részeken megy, mert onnan nagyobb eséllyel mennek katonának, úgymond hivatásosnak, és lehet átdobni őket az ukrán frontra. És ugye beszélünk még itt mindenféle koreai százezerről, meg minden, azt azért én egyelőre a média részének tekintem, de Oroszország még külföldi segítséget nem nagyon vett igénybe. És nem volt rá szükség, ugye itt egy ilyen fontos dolgot tisztáznunk kell, hogy a embargók, meg az elszigetelés technikája nem működött Irán esetében is, amelyik jóval kevesebb erőforrással, jóval kisebb gazdasággal rendelkezik. Ha ott se sikerült keresztül vinni, hogy abban mondjuk meg lehetett volna buktatni egy hatalmat, akkor itt se nagyon sikerülhet. Hát kimerítettük az időnket, igaz? Igen. Nagyon szépen köszönjük még egyszer Stier Gábornak. Köszönöm a kívánat.